Íme a palacsinta tésztánk, tehát egyelőre még két részletben van. A kék edényben láthatjátok a összekevert másfél csésze vízt, 150 g teljes kérdésű búzalisztet, illetve körülbelül egy olyan 10-15 g-nyi méz van benne, bő egy táskanálnyi, illetve egy késhegynyi só. Külön fölverve a három darab tojás, ugyanis a tapasztalat, hogyha csak a végén öntjük a kettőt egybe és úgy őrkeverjük, akkor jobban összeáll a tészta, kevésbé ragad le, és jobban, sütés közben is jobban egyben marad. Úgyhogy ezt talán így javaslom, körülbelül egy fél perces extra munkával jár. Sülnek is a palacsinták. Azt javaslom, hogy a kókuszzsírt azt tegyétek ebből a tésztába, keverjétek bele, és akkor nem kell állandóan pakolgatni a mindig a serpenyőnek az aljába, egyes palacsinta után. Úgyhogy így sokkal egyszerűbb a dolgotok. Mindig bekeverem egy jó 10 g-nyit a tésztába, és akkor ott ezzel nem kell foglalkozni az állandóan a újra olajosítása. Természetesen ez csak akkor igaz, hogyha a tapadásmentes bevonatú serpenyőtök van, vagy ami még jobb, az kerámia bemutató. De lehet nyugodtan nyilvánvalóan bármiféle tapadásmentes bevonattal próbálkozni. Tölteléknek igazi gyúrós töltelék a joghurtba kevert csokis proteinpor, persze természetesen ez más ízben is, más ízű proteinpor felhasználásával is meg lehet oldani, és az előbb említett almás mákos kis töltelék. Most nincs itthon, de nyilván meg lehet csinálni ezt túróval, különböző módon elkezdi a túró, kis mesterséges ízesítő, és egy kis gyümölcs darabok bele, citromhéj, igazán finom dolgok jöhetnek ki belőle. Közben fel is kevertük, és akkor lehet szépen kenni. Nagyon egyszerű dolgunk van. Ínyencek tehetnek bele, egy kis magyarót, földi magyarót, mandról darabokat. Másikat pedig megkenjük egy kis almásmákos krémmel. Ahogy látjátok, ez is szépen kenhető. Ez is finom. Azt még közben elmondom, hogy a palacsinta tésztába lehet tenni egy kb. Egy ilyen teáskanálnyi fahéjat is. Kicsit barnább színű ez a tészta tőle, viszont ki szereti a fahéjnak az ízét, az mellé a tésztába is igényezheti. Szóval tekerjük szokásos módon. Azt is. És neki is fogunk. Kitartva, nem?